a Kispest ellen is. Bánfi, a 20. percben járunk, a Kispestnél semmiféle veszélyt nem jelentett a Debrecen kapujára. Milinkovic, talán majd most, jól jön be, puhalak fejjel és mellé. Lókai hozhatja, ez jó labda, nincs les, de Illés nagyon kisodródik. És nem is jut lövéshez. Orosz, talán most majd Lókai, aki nagy lövő, na gól volt-e vagy sem? Mehet tovább, mutatja a bíró. Hát nézzük meg a lassítást, és aztán kiki dönts el. Mehet Dombi, középen Madar várná a paszt, Bánfi, ennél gyorsabb dúró. Brockhauser nem foghatja meg, ügyetlenkedik egy kicsit, a frászt hozza a helyi közönségre, és aztán dúró. 41. perc, dúró szöglete. Megcsúsztatja Orosz, pont horvát ölébe. Madar, jön föl Pető, rá nem számítottak a kispestiek. Sándor Tamás, Bánfi mellett el, Pison mellett, és rálövi Brockhauser. Puhalak, lefordult az emberéről Puhalak, nagyon nagy helyzet, és kimarad. Sándor Tamás és Bánfi. Sándor Tamás, ott van a túlszélen üresen Madar. Hosszú volt neki a labda, dúró. Még mindig jó. Visszagurított labda Sándor Tamás, gól! Vezet a Debrecen a második félidő 28. percében. Erőlködik a Kispest, és újra egy debreceni ellentámadás, aminek a végén a begurított labdát Sándor Tamás tisztán lőheti az üresen maradt kispesti kapuba. 0-1. Betömörül a Debrecen, a 16-os elép is ott fordul le az emberéről. Ez jó labda Kovács Kálmán, és pont Horváthoz. Viszont hamar még mindig. Orosz ott marad a földön, Kovács kilép, és megint Horváth véd egy nagyot. Mátyus, lövő helyzet lehetett volna, dúró. Egy jó csel, dúró, második. Ez se. Ez már inkább. Duróé még nem. A második azonban Kovács ellen Janus.